Az amerikai kormány 6 milliárd dollár értékű új katonai felszerelést szállít Ukrajnának. Ez része a 61 milliárd dolláros segélycsomagnak. Az Egyesült Államok szerdán már bejelentett egy 1 milliárd dolláros katonai szállítmányt. Az orosz külügyminiszter a napokban arról beszélt, hogy célpontnak tekinti a Lengyelországba telepítendő atomtölteteket. Hazánk továbbra sem enged át fegyverszállítmányt a területén, és nem vesz részt egy esetleges ukrajnai NATO misszióban. Barna. Nagyon szépen köszönöm, Horváth József a vendégem, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója. Jó estét, tábornok úr! Jó estét kívánok! 61 milliárd dollár iszonyatos pénznek tűnik. Én olvastam egy elemzést, hogy azért ez egy picit másképpen kell bánni, mert több részből áll. Ennek az egyharmada fegyver talán, nagyon jelentős része az, amit az amerikaiak korábban Ukrajnának adtak, és ennek a helyére vennének újat, meg kb. 10 milliárdnyi, arra kell, hogy itt Közép-Kelet-Európában az amerikai csapatok gyakorlatilag mozgását, szállítását segítse. Ez tényleg így van? Igen, tehát csalóka ez a kép, hiszen ez, önnek igaza van, hogy ez egy hatalmas összeg. Ebből az összegből egyrészt látni kell az, hogy van egy csomag, ami arról szól, hogy minél hamarabb betömni azokat a lukakat, ami az ukrán katonáknál jelentkezik, lőszerben, fegyverben, rakétákban, alkatrészekben. Másrészt pedig látni kell azt is, hogy míg eljutnak ezek a fegyverek, például annak is költsége van, tehát a logisztikának a finanszírozása, illetve azt látjuk, hogy az Egyesült Államok Romániában és Lengyelországban jelentős katonai erőket állomásoztat, azoknak a föntartása, azoknak a katonáknak a fizetése, és ott a rendszereknek a működtetése, amelyet nagyon komoly éljünk a gyanúperre, hogy felderítő eszközöket is működtetnek az amerikaiak, amelyeknek az információit aztán megosztják az ukrán hadsereggel. Tehát ez mind-mind költségekbe kerül, és ennek a háborúnak a költségeinek jelenik meg egy ilyen szép nagy csomagban. Tábornok úr, az ilyen hatalmas összegű támogatásnak, vagy hát a kisebbeknek is, szignifikáns következménye megállapítható a fronton? Igen, megállapítható, hiszen láttuk azt, hogy milyen várakozások előzik meg, például amikor az amerikai Abrams harckocsik megérkeztek. Tehát van egy fölfokozott várakozás, amelyet nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államokban is a média igyekszik még följebb is tolni, hogy ezek a szuperfegyverek milyen hatékonysággal fognak majd most változtatni adott esetben a háború menetén, vagy tavaly láttuk azt, hogy milyen reményekkel éltek, hogy a elsöprőnek ígért tavaszi, majd nyári és késő őszi hadjárat, az majd milyen eredményeket fog hozni ezekkel a fegyverekkel. Ehhez képest én azt gondolom, hogy a fölfokozott várakozásokhoz képest ez a két év azt mutatja, hogy ezek a fegyverek valóban modernek, valóban hatékonyak, de nem csodatévő fegyverek. Tehát meg tudják lassítani azt, ami a fronton zajlik, adott esetben egy álló háborút tudnak az ukránok ideig, óráig folytatni. Ugyanakkor az a felörlő stratégia, mint az oroszok most már gyakorlatilag egy jó éve folytatnak, azzal szemben az ukránok egyetlen egy dolgot nem tudnak, katonát. Tehát katonát rajzolni nem lehet, katonát klónozni nem lehet. Azt látjuk, hogy olyan katona, aki megfelelően kiképzett, megfelelően motivált, és egyébként ismeri és érti ezeknek a fegyverrendszereknek a kezelését, abból van az egyre kevesebb. Olvasom, hogy igen komoly visszhangja van Oroszország felé és a Lengyelországba telepítendő atomfegyvereknek, rakétáknak, ilyen tölteteknek. De hát a lengyelek meg azt mondják, hogy hát a szomszédos Kaliningrád, ugye, orosz enklávé, hát azt mondja, ott már van jelenállító, én nem tudom. Igen, ezt az oroszok is azt jelezték, hogy egyrészt már Belarusba ott azt nyilvánosságra is hozták, hogy oda telepítettek, úgyhogy a belarusz kormánynak nincs hatásköre a tekintetben, hogy ne adj Isten kialkalmazza, tehát az indítógomb az nem náluk van, hanem Moszkvában. Kaliningrádban pedig feltételezi mindenki azt, hogy az oroszok legalábbis rakétákat, amelyek ezeknek a tölteteknek a célbejutatására alkalmasak, azokat telepítettek. Az, hogy atomtölt is van-e ott, azt még senki nem tudja. És még egy reakció után, amit ön említ, azt mindenkinek tudomásul kell venni, hogy a hidegháború óta ez mint egy sakktábla úgy működik. Tehát ahol egy atom
fegyverekre, kilövésére alkalmas bázis megjelenik, a másik fél vele szemben ő is lép egyet. Tehát ezt azt kell mondjam, hogy sajnos ez a fajta logika, ami az atomfegyverek bevetésével kapcsolatosan egy ilyen fortélyos félelem is igazgat, hogy a másik féllel szemben ne kerüljek hátrányba, hiszen az időtényező egy-egy ilyen feltételezett bevetésnél nagyon fontos lehet. Ezért nyilvánvaló, hogy az oroszok most erre a térképre a lengyeleknek a bázisát is föl fogják rajzolni. Tábornok úrnak mi a véleménye arra, Emmanuel Macron megint nyilatkozott, azt mondta, hogy tudomásul kell venni, hogy Európa, persze Franciaországra gondolt először, nem lehet az Egyesült Államok vazallusa, de korábban meg azt mondta, hogy francia katonákat fognak oda küldeni, de hát az Egyesült Államok nélkül nem nagyon megy ez, hát a legnagyobb, a világ legerősebb katonai hatalma, legalábbis amennyire olvasni lehet. Igen, ez az egyik oldalon, amiben önnek igaza van, a nagyságrendet illetően, a másik oldalról pedig, és erre is kitért egyébként Macron elnök, hogy ezt ő egy ilyen 10 éves periódusra mondja, hogy milyen fejlesztéseket kell végrehajtani Európának, hogy le tudjon válni az Egyesült Államokról adott esetben, és ehhez ő rögtön hozzátette azt is persze, hogy ne amerikai gyártóktól rendeljenek a modernizáláshoz szükséges fegyvereket, hanem európai gyártóktól, és nyilvánvalóan itt ő a saját francia gyártóira is gondol, hiszen itt üzletről is szó, amiközben hatalmas üzletről. Ugyanakkor egy dolgot látni kell, az európai hadipari üzemek sok és jó minőségű fegyvert tudnak gyártani. De van a fegyvereknek egy olyan szegmense, amiben pedig nincs meg a megfelelő fejlesztés, nincs meg a megfelelő kutatás, amit az Egyesült Államok, azt kell mondjam, hogy 2 generációval megelőzte Európát. Itt végszor a tábornok úr az, hogy NATO katonák megjelenhetnek Ukrajnában, ezt nap mint nap olvasni, nyilván maga a NATO nem. Na de hát ezt Moszkva hogy fogja értelmezni, hogy katonáik igen, de maga a szervezet nem? Hát... A Cekeszt úr, a NATO katonák már megjelentek. Csak képességgel az oroszok még tudomásul veszik azt, hogy nem NATO egyenruhában vannak ott, nem NATO felhatalmazással, hanem adott esetben tanácsadóként, zsoldosként, mert azért néhány hét ezelőtt egy lengyel tábornok halt meg a front közvetlen közelében, illetve a háború kitörése után az oroszok időről időre hangfelvételeket is közzétettek, hogy hány náció az, aki megjelent a fronton az ukrán csapatok mellett. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy az orosz vezetés nem akarja eszkalálni a helyzetet, nem akarja kiélezni ezt, hogy ő a NATO-val áll valójában szemben. Tehát addig, amíg nem kerül egy ilyen kiki helyzetbe, addig úgy tűnik, hogy Moszkva nem érdekelt abban, hogy Európában egy kiszélesedő háborút provokáljanak ki. Tábornok úr, köszönöm szépen. Köszönöm én is.